Már az első meccsen tulajdonképpen eldőlt az ötödik hely sorsa a dombóvári kosársúlyi Celdömölk találkozón, amikor is a hazai vasiak 25 ponttal nyerték a helyosztót. Így a minimális győzelem elérése volt a maximális cél a fehérmezes dombóváriak számára. Ennél többre nagyon nem gondolhattak már. Három negyeden át éltek is ebbéli reményeik a fizikálisan jó ellenfelükkel szemben. 30 percen át ugyanis nem csak partiban volt a Dombóvár, hanem olykor vezetett is. Amikor elérkezett a számukra ebben a bajnokságban mindig kritikus záró 10 perc. A harmadik negyed végéig egy szoros meccset játszottunk, és igazából a negyedik negyedben nyílt ki nagyon a bicska, és ott lett ez a 24 pontos különbség. Ugye most ma nyilván egy bravúr győzelem kellett volna, legalább 25 ponttal kellett volna győzünk ahhoz, hogy mi legyünk az ötödik helyezettek. Sajnos most egy kis plusz hiányzott, nem is dobtunk jól, illetve szerkezet nélkül játszottunk, sajnos nem sikerült. A magas emberek tartós hiányzása behatárolta a dombováriak idei lehetőségeit a hatodiknál jobb szereplésre. A szezon egészét nézzük, akkor igen, talán most így ez az ötödik-hatodik hely a reális. Ugye sajnos a szezon elején rögtön az első mérkőzésen csapatkapitányunkat, Pölöske Kornélt elvesztettük a hilleszín szakadás miatt. Utána helyel közel megvoltunk teljes csapattal, voltak szép eredményeink, és a szezon második felére két magas emberünk sajnos kidőlt az egész szezonra, és utána már szerkezet nélkül nem igazán tudtuk azt a fizikális játékot hozni, amit kellett volna, hogy újabb győzelmeket, bravúr győzelmeket szerezzünk. A rutin is hiányzott a dombovári csapatból. Azt tudni kell, hogy az idei évben megfiatalítottuk a csapatot. Rengeteg saját nevelési junior játékossal, 2003-2004-es, sőt volt olyan játékos is, aki 2005-ben született, töltöttük fel a keretet. Magas poszton nem álltunk jól a szezon elején se, így meg, hogy pont a magas játékosaink estek ki, így pedig teljesen elfogytunk a alsó poszton. Fizikálisan súlyba kevesek voltunk, felőröltek minket általában az ellenfelek is, és a második félidőket, a negyedek végét nem úgy bírtuk, ahogy kellett volna. Régebb óta téma Dombóváron, hogy álljon össze legalább egy NB1-re alkalmas együttes a kosárlabda valamikori Tolna megyei fellegvárában. Ennek már inkább az anyagiak szerény volt az oka, mint sem az ehhez megfelelő tudású játékosok száma. Ez az NB1 B csoport, ez itt régóta nagy kérdés. Nyilván ennek a legnagyobb gátját egyelőre az anyagi dolgok szabják, de én úgy gondolom, hogy a minőségi utánpótlás az egy NB1 B csoporthoz itt bőségesen biztosítva lenne. A következő évben a dombóvári kosársuli centerei visszaérkezésével tehet egy újabb, jelentős lépést a hűnóhajtott középtávon elérhető cél a férfi NB1 B felé.